Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást. A díjam az 4000 forint. Ezúttal elhagyom az asztrológiai részt, mert megmondom őszintén, már nagyon késő van, amikor ezt a felvételt készítem. Rengeteg volt a mai napon a munkám, telefonhívások, hangfelvételek, videók, úgyhogy most jutott idő arra, hogy elkészítsem a három kérdőjeles jóslást, és holnaptól remélem, hogy több időm lesz arra, hogy kitérjek az asztrológiára is. Felül mutatják a képek az ő gondolatát. Megjelenik a szerencse, a négy levelű lóhere, holott a képen három levél van, de mindegy, ez a szerencsét jelenti. Azon kívül ott van a fa. Nála vannak ilyen pozitív gondolatok, tervek, boldog veled. Ami a fát illeti, ő úgy gondolja, hogy nálad le tud gyökerezni. A fa jelentheti a gyógyító erőt is. Ha beteg volt, vagy valaki a környezetében, akkor itt megvan a gyógyulás. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgozik, és szeretne valamit változtatni a munkahelyen. Ami kettőtöket illet, kell még egy kis türelem, hiszen a fának is időre van szüksége ahhoz, amíg gyümölcsözik, de hamarosan lesz egy szerencsés fordulat. Ami az érzelmeit illeti, az bal oldalon látjuk. Ott a kereszt, az kihalt a sors utatokra, hiszen az kereszteződött, és újra kereszteződni fog, tehát lesz találkozás. Nála lesznek fontos döntések, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ott a horgony alul hasonló a fához, kell számára a biztonság érzete, ahol le tud gyökerezni, ahol le tud horgonyozni. A horgony az jelentheti a munkát, a hivatást is, és itt lesznek ezen a területen is fontos döntések nála, hogy mit fog tenni. Az elefánt jelenti, hogy útban van hozzád, találkozni akar veled. Sőt, ott jobb oldalon látható a levél, írni is fog. Ha vársz egy szerződésre, vagy egy dokumentumra, vagy egy hírre, akkor ez útban van már hozzád. Ami összefűz benneteket, arra utal a virágos kártya. Itt van a hit, meg a remény. Ha hiszel abban, hogy ő szeret téged, vagy hiszel abban, hogy jönni fog hozzád, vagy hiszel abban, hogy van gyógyító erő, vagy hiszel abban, hogy jön egy szerződés, ha hiszel abban, hogy írni fog, ha hiszel abban, hogy lesz egy szerencsés fordulat a munkahelyen, akkor a virágos kártya azt jelenti, megvan ehhez a remény. Milyen befolyások érik őt, az bal oldalon alul látható, sok minden úgy útban van hozzá, számára fontos egy irány, hiszen ha mindenütt ott akar lenni, és mindenütt segíteni akar, akkor fáradt és kimerült lesz. Fontos az, hogy odafigyeljen, ami tényleg fontos számára. És szerintem itt kettőtökről van szó.
Ami téged illet, a napi kártya ott van jobb oldalon alul. Vedd kezedbe ezt az arany érmét, légy a saját értékeiddel tudatában. Te is tudsz nyújtani valamit. Azon kívül értékes vagy ahhoz, hogy megkapd az élettől azt, amit szeretnél. Ez az arany érem a kezedben jelenti az anyagiakat is. Ez lehet egy bevétel, vagy hogy rendezed az anyagi dolgokat. Mivel a munka, a hivatás összefügg ezzel, ez lehet egy munkahelyi ajánlat is. Mivel a kártya olyan pozitív, ezt az ajánlatot tulajdonképpen elfogadhatod. Lehet, hogy ez a levél vagy szerződés, amire vársz, és már útban van hozzád. Nem csak a levél van útban hozzád, hanem ez a férfi is jönni fog. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, köszönöm szépen, ennek is nagyon örülnék, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!